Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, illetve ez a felvétel 3 napra szól. Szeptember 20-ára, 21-ére és 22-ére. Az indiai asztrológiában vannak az úgy nevezett jógák, ezek bizonyos kapcsolatok. De vannak az ujjaink jógái is, és ennek van gyógyító hatása. Most mutatok egy gyakorlatot, az segít abban, hogy tudj koncentrálni valamire, sőt a gyermekeknél is, a tanulásnál. Azon kívül segít ez a gyakorlat fejfájásnál. A gyakorlat a következő. A gyűrűs ujjat és a kis ujjat így befele tesszük, a mutató ujj és a középső ujj kifele marad. A hüvelyk ujjunk megéríti itt a körmünket. Mindkét kezünkkel csinálhatjuk ezt a gyakorlatot. Amikor belélegzünk, akkor a hüvelyk ujjunkkal kicsit megnyomjuk a kis ujjat és a gyűrűs ujjat. Ki lélegeznél elengedjük. Mutatom a gyakorlatot. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a csillagok. A nap megváltoztatta a helyzetet. Sőt, ez már elkezdődött az előző napokban, erről nem számoltam be, nem volt felvétel, mert beteg voltam a napokban, újra lázas, hogy a hirtelen történt, nem voltam tulajdonképpen beteg, de egyik pillanatról a másikra lázas lettem, és az ágyban feküdtem, úgyhogy nem tudtam dolgozni. De ez elmúlt, nem tudom, hogy miért volt, ez elmúlt, hála Istennek, és most újra készítem így a felvételt. Tehát a napokban a nap áttért a szűz jegyébe az indiai számítás szerint. És ezzel indul egy új havi téma, mégpedig azt jelenti, amit a szűz jegye mutat, a gyógyító erőt, rendezni a dolgokat, valamit rendbe tenni a környezetünkben. A szűz jegyével szemben van a halak jegye, és a halak jegyében van Jupiter bolygó. Itt tükröződik valami, hiszen Jupiter szemben van a nap. És Jupiter bolygó hatása alatt az igazságról van szó, vagy az igazságtalanságról, esetleg egy bírósági ügyről. Itt a nap meg akarja ezt világítani, hogy végre tisztázódjanak a dolgok. És ez eltarthat egy hónapig, de ez az irány, ez tükröződik, és itt rendeződik valami. Merkur bolygó szintén a szűz jegyében van, tehát egy jegyben a nappal van köztük kapcsolat. Így a nap megvilágítja a dolgokat, és Merkur bolygónál cselekvésekről, kommunikációról van szó. Mivel Merkur bolygó visszafele tekint, itt vissza kell tekinteni a múltra, átvizsgálni valamit, ez lehet ez a bírósági ügy, vagy egy bizonyos helyzet, amit te igazságtalannak látsz, vagy ez a visszatekintés utalhat a múltra, tehát az emlékekre, ezek lehetnek kármikus témák is. A nap a szűz jegyében van, és akar rendezni valamit. Itt mutatok kártyákat hozzá,
Én úgy gondolom, hogy ez az uralkodó jól passzol most a nap energiájához. Hiszen figyeli az eseményeket, rendezni akar valamit, lesznek fontos beszélgetések, átvizsgál valamit. A hold csökkenő holdfázisban van, itt ez a kép szimbolizálja ezt a helyzetet. A hold a saját jegyében van, a rák jegyében, hiszen a hold uralkodik a rák jegye felett. Itt ezt a képet mutatnám, amikor egy erős hold energiáról van szó. Ez jelentheti az anyukád, az anyai érzelmeket, vagy úgy általánosságban utal az érzelmeinkre, az álmainkra, a vágyainkra, az elképzeléseinkre. A rák jegye az jelenti az otthont, jelenti a családi kapcsolatokat is, tehát ez is most fontos a napokban. Ez az otthon lehet egy belső otthon is. És ha meditálsz, akkor belépsz ebbe az otthonba, ez olyan, mint egy tempel, tehát utal a visszahúzódásra és a meditációra is. Vénusz bolygó. Az oroszlán jegyében van. A tűz elemében. Vénusz bolygó utal ránk, hölgyekre. Mi szeretnénk a középpontban állni, hiszen az oroszlán jegyéről van szó. Azon kívül kihat a tűz eleme, és az jelenti az életerőnket, a bátorságunkat, azt is, hogy aktívak vagyunk, megvan a lelkesedés, sőt, megvannak a szenvedélyek is. A hold kihat az érzelmeinkre. A szomszédban van a rák jegyében, tehát közel áll hozzánk, és így aktiválja az érzelmeket. Itt ezt a kártyát választottam ránk hölgyekre. Itt megvan az intuíció, megvan ez a belső forrás. Kell, hogy hallgassunk a belső hangunkra, hogy kimutassuk az érzelmeinket. Mars bolygó utal ugyanaz élet erőnkre is, de jelképezi a férfiakat. Mars bolygó az a bika jegyében van, a Föld elemében. Mivel a nap és Merkur bolygó szintén a Föld eleméből hat, a szűz jegyéből, itt megvan a harmónia. Itt lehetnek jó szerződések, beszélgetések, valami kitisztul, tehát meg lesz a biztonság érzete. Sőt, a hold szintén jól hat ki a férfiakra, hiszen a hold az a rák jegyében van, a víz elemében, Mars bolygó a bika jegyében, a Föld elemében, és a Föld eleme és a víz eleme barátságban áll egymással. A bika jegye kihat a férfiakra, itt kell a biztonság érzete, ők kicsit visszahúzódóak, az is lehet, hogy kicsit makacs a viselkedésük, és emiatt ezt a képet választottam. Tehát itt az érmékről van szó. Az érmék azok jelentik a Föld elemét, a biztonság érzetét, de az anyagiakat is. És mivel a férfiak olyan visszahúzódóak, vagy megsértődtek, vagy makacs a viselkedésük, tehát itt ülnek ezen a kincses ládán, úgy várakoznak, hogy bejöjjön a szerencse, de nem tesznek érte semmit. Itt kell, hogy változzon a helyzet. Szerencsére a hold kihat rájuk, sőt, ez a visszatekintő Merkur bolygó szintén kihat rájuk,
És itt érzelmekről van szó, itt a múltról van szó, az emlékekről van szó. Itt kiváltja a férfiaknál azt, hogy megvannak ezek az emlékek, itt van egy kis nosztalgia, lehet, hogy visszagondolnak a gyermekkorra, és itt érzelmekről lesz szó a napokban. És mivel így érzik magukat, ez a makacs viselkedés, ez a visszahúzódás elmúlik, és akkor kinyílik itt egy kapu, ezek a lehetőségek, így figyelem a kártyát, hogy lehetne a képet úgy mutatni, hogy látható is legyen, tehát itt átnyújtják ezt az arany érmét, és az utal a megbecsülésre, utal az értékekre, a belső értékekre is, sőt, ez az érem jelenti a föld elemét, a reális dolgokat, és a kapu a lehetőségeket. Itt kinyílik egy kapu, itt kivirágzik valami, akkor is, ha lassú a mozgás, de mégis elérhető valami, tehát ők is mozgásba jönnek. Az indiai asztrológiában vannak az úgy nevezett holdházak. 20-án és még 21-én is a hold a Pushya holdházban van, és az az ellentéteket mutatja. Itt lesz mozgás, növekszik valami. A másik oldalon viszont még ott vannak a korlátozások. Ezek lehetnek félelmek, bizonytalanságok is. 22-én a hold az Aslésa holdházban van. E felett a holdház felett egy kígyó királynő uralkodik, és ez szimbolizálja a gyógyító erőt, szimbolizálja a megújulásokat, a transformációt. Tehát változnak a dolgok, lesz megújulás. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!